Nagyon szépen köszönjük, igazán kedvesek. Reméljük, hogy mindenki jól érzi magát, és azért tényleg jó példával sikerült szolgálni, mint a ma este folyamán, és már kicsit itt azért megközelít a vacsora utáni táncos jó kedvet. Lehet, hogy mi is vagyunk, aztán bevizsgálunk, hogy mennyire jártunk sikerül, és mennyire töltjük majd meg ezt a gyönyörű hatalmas táncpakettet. Azonban, hát hölgyeim és uraim, helyi kis vitánság és egy ilyen bóka után egy icipicit szeretnék komolyan fordítani a szót, ugyanis hát mégis, ahogy említettem, hagyományos magyar néptáncosok vagyunk, ez egy kicsit modern formában, hagyományunk szinten, nem hagyományos, hogy őrizzük a hagyományokat, ezért hát szeretnék most az elkövetkezendőben egy kicsit a hazafias szívekhez hozzászólni, bízunk benne, hogy ez a produkció is elmondja majd a tetszésüket, ugyanis hát egy igazi magyaros hangulattal szeretnék most kedveskedni, remek dalok fognak felcsinulni, csupa-csupa érdekes eszköz fogadni és kezünk ügyébe keverni, amire mindig büszkék lehetünk mi magyarok, hogy hölgyeim és uraim készítsék itt a nemzeti szívünket, reméljük, hogy sikerül majd elrabolni ezt is. Köszönjük szépen! Muzsika!
szokás évben igazi finálé produkcióval szeretnénk elveskedni önöknek, és amit elsősorban, vagy az utolsó sorban, tehát nem utolsó sorban, de elsősorban szeretnénk megköszönni, hogy itt lehetünk ezen a gyönyörű szép estén, minden dolgozónak, igazgatószónak külön köszönet, valamint Kertész András barátunknak, aki megimitálta itt a Forforez, és hát Andrásról azt kell tudni, hogy holnap lesz a születésnapja, hogy fegyedik a szemáról, mert egy nagy tapsal köszönjük már mindenki, hogy ezért megimitálta a mi csapatunkat ide a színpadba. Hiszen érdekesetünk meg sokáig az utat is. És a főnök is uram, hogy említettem, egy igazi finálé produkcióval szeretnék befejezni itt a ma esti Forforez bemutatkozást. Pezsgő hangulat keretein belül gyönyörű fővárosokban, Budapestre csábítan nekem mindenki. Igazi operett fináléval szeretnék zárni a soraikat. Ismerős darabot fognak szintén felcsendülni. Reméljük, hogy ez is elmeri majd a tetszésüket. És hát nem tudom, az iméti magyaros koreográfiában nem hiányoltak-e valamit, mert hát ilyenkor általában meg szoktam kérdezni, hogy melyik legfontosabb hungarikum maradt ki. Pálinka, bizony, mi meg Nyíregyházian vagyunk, Szabolcs-Szatmár berendezőben érkeztünk, ezért hát mindig van nálunk Szatmári szilapálinka vagy Szabolcsi alma, és éppen nem tudom, melyik lesz. Végére a záró produkcióban ez is műszerben fog kapni. Köszönjük, hogy itt lehetünk, mi vagyunk a Forforez, ajánljuk magunkat. További szép estét kívánunk, érezzék jól magad a viszontlátásra. Szeretném!
kérni a fiamat, el ne szaladjanak messzire, egy pillanatra a színpadra ugorjanak már még fel. Igaz ugyan, hogy legalább fejeként 5 liter vizet veszítettek most percenként, nem vízzel, hanem borral szeretnénk egy kicsi pótlást. Hozzájárulunk a veszteségekhez, nagyon szépen köszönjük ezt a nem mindennapi produkciót. Nagy tapsokat kérünk még egyszer az uraknak. Szerintünk is izomlázásnak attól, hogy néztük. Nagyon szépen köszönjük. Jól összeszedtek. Köszönjük szépen. Annyit szeretnék elmondani, hogy akik lehetővé tették, hogy ez a csapat majd fellépjen, Krenkeni Kő és Kertész András, nekik is egy tapsot hagyj kérlek. Tavalyi bálon azt mondta nekem az igazgató, amikor mentem haza, mert én megvan a jövő évi bál dátuma, 9-e és a Forfordán fog fellépni, így írd be a naptárba, hát ez a produkció már egy éve lett fixálva, nagyon szépen köszönjük, hogy lefixálták nekünk, mert ez nem mindennapi volt valóban. Még amit el szeretnék mondani, néhány embernek szeretnénk köszönetet mondani a műsor végeztével, akik nélkül a mai este nem jöhetett volna létre. Mindenek előtt Újvár Imre polgármester úrnak köszönjük, hogy kedvezményesen rendelkezésünkre bocsátotta a sportcsarnokot. Köszönjük a hangtechnikát és a dekort, a krízisó dekornak, Nagy Krisztiánnak és Nagy Nék Endre Jónetnek. Köszönjük a helyszínt az itteni munkát Tóth Tibornak és a sportcsarnok dolgozóinak. Köszönjük a polgárőröknek a hasznos munkáját, akik kint tüsténkednek. És fogunk még majd köszönetet mondani a vacsorával és a szervezéssel kapcsolatban, de azt majd egy kicsit később. Még egy köszönet maradt hátra, Kossuth Bál megálmodója és szervezője, idén is, hát egyszer is, dr. Pásztorné, dr. Vasanikó intézővezető. Kedves vendégek, nem maradt más hát, mint előre. Most következik az, hogy felkérem a fővédnökasszonyt, fáradjon ki a színpadra, és tartsa meg pohárköszöntőjét, dr. Mélász Szigetvári Réka, főorvosnak egy hatalmas nagy tapsot hagyj kérjük. Ami innen könnyen elérhető volt a közeli Debrecenben.
1989. februári ideérkezésünk után a gimnáziumi tett első látogatásunk meggyőződött arról, hogy új munkahelyem megválasztása nem jön el a hajtóról. Lányom két nappal később már olyan osztályban jár, amelyik hamar befogadta, és amelyiknek olyan tanárai voltak, akik munkájukat szívvel, lélekkel végezték. Ennek eredményeként felvételi vizsgálja a Gotthelf orvosi karát elsőre sikeres volt, és ma már 27 év elteltével a Miskolci Egyetem fogászatának vezető főorvos. 7 évvel később fiúki sikerrel járta be ugyanezt az utat, a Sopronban tevékeny fogorvos szájsebész. Mindketten hálával gondolnak iskolai éveikre, tanárai. Jó magam 1989 óta iskolaorvosként, így már 35 éve vagyok állandó szakmai kapcsolatban a gimnázium tanulóival, egészségügyi problémáinkkal mindig bizalommal fordultak hozzá. Így az eltelt évek során volt alkalmam személyes kapcsolatba kerülni a tanulókkal, a különböző vizsgálatok szűrése, oltások során. Örömmel láthattam az évek során az iskola fejlődését, épületeinek megszépülését, belső berendezéseinek korszerűsítését. Ezek nyomán a Tiszafüred Kossuth Lajos Gimnázium elérte a 21. századnak megfelelő szintet. Így nyugodtan helytáll a más gimnáziumokkal történő összehasonlításokon. Az itt tevékenykedő tanárok szakmai szintje és ennek megfelelő. Az idők során itt végzett tanulók nagy része tovább tanult és sikeresen végzett el valamilyen technikumot, főiskolát vagy egyetemet, majd a továbbiakban is jól helyt tudott állni, gyarapítva az alma mater hirdetőt. Még megemlíteném legkedvesebb emlékemet fiam utolsó iskolai évéből. A diákigazgató választás, amikor a választási sikerek érdekében 200 darab palacsintát kellett megsütnöm egy délben. Ez igen jó ötletnek bizonyult, mert az összes palacsinta pillanatok alatt elfogyott, hatására pedig a választók többségének szavazata már biztosítva volt fiam nagy örömére. Ezt azért emelnék ki, mert a mi iskolás korunkban ilyen kedves, humoros, diákéleti események még nem volt. A mostani rendezvény már a 7. Kossuthon. Ez az esemény Tiszafüred és környéke számára egy fontos és rendszeresen visszatérő esemény, amit a bál vendégei már türelmetlenül várnak. A bál sikerének ritka. A kiváló szervezés, a színvonalas kulturális műsor, a jó zene, a résztvevő hölgyek és urak elegáns megjelenése, a konyhai remek művek, vagyis az igen finom, ízletes vacsora. Reményeim szerint ugyanezeket most is tapasztalni fogjuk az elvárt még magasabb szinten, így a rendezvény szép emlékeink sorát fogja majd gyarapítani. Köszönöm szíves türelmüket, és kívánok mindnyájunknak jó szórakozást,
egy igen kellemes estét, jó étvágyat és sikeres tombolázást! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai estén. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a bábhővénynökét. Hálásak vagyunk neki azért az évtizedes gyógyító munkáért, amit Tiszafüred város lakossága érdekében tesz. Megtiszteltetés számomra, hogy Réka doktornőt már nagyon régóta ismerem és csodálhatom a munkáját. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tiszafüred büszke város, büszkék vagyunk a hagyományainkra, a történelmi múltunkra, amelynek része az is, hogy innen indult ki az 1848-49-es dicsőséges tavaszi hadjárat. Itt járt Kossuth Lajos a lipcsei kúriában, nem is egyszer, de itt volt Görgei, és számos olyan kiválóság, akik akkor a magyar szabadságért küzdöttek. Tehát Tiszafüred fontos állomása volt a szabadságharcnak, és mi erre büszkék vagyunk. Ezért minden évben március hónapja különleges eseményen, illetve nagy különlegességgel bír a szívünkben, különleges helye van a város program sorozatai között, és ebben az évben még különlegesebb, mert idén ünnepeljük Tiszafüred városrendválásának 40 éves évfordulóját. Én azt gondolom, hogy a mai Kossuth Bál, amely az eddigiek közül számomra az eddigi legkedvesebb, tekintettel arra, hogy minden megjelenít és próbál megjeleníteni, ami számunkra fontos magyaroknak, ahogy a fellépők fogalmaztak, magyaros hangulatot teremtettek, ezért minden elismerésem a szervezőknek. És számomra különösen fantasztikus az, hogy ebben a gimnázium diákjai vettek részt, ahogy ide kiálltak a színpadra, kiénekelték, megmondták a frankót, minden elismerésem nektek. Öröm látni azt, hogy most is tökös diákok járnak ebbe a gimnáziumba. És egyébként kiváló pedagógusok vannak, akik betanítják ezt a koreográfiát, nekik pedig külön gratulálok. Tehát méltó módon illeszkedik a Kossuth Bál az ünnepi programjaink közé, és számomra, amit én láttam a színpadi produkció után, nem kérdés, ahogy az eddigi években idén is fogjuk támogatni a gimnázium alapítványát, a dr. Tokai alapítványt, amely fontos a városi tehetséggondozásban, hiszen ösztöndíjakat ad a kiváló tanulóknak, és ugyanúgy Tiszafüred is elismeri a tehetségeket. Kedves diákok, legyetek büszkék városotokra, legyetek büszkék a magyarságotokra, mi mindent megteszünk azért, hogy segítsünk benneteket. Többek között ezért is hoztuk létre azt a tanulmányi ösztöndíjat, amelyet már évek óta meg lehet pályázni azoknak, akik a felsőoktatásban tanulnak. Ennek az összegét idejétől megemeltük, de ilyenkor ismerjük el a kiváló tanulókat, kiváló sportolókat, jövő héten csütörtökön a Művelődési Házban, és egy nagyszabású nemzeti ünnepre hívlak benneteket, ahol vendégünk lesz Szijjártó Péter külügyminiszter. Én köszönöm szépen a meghívást a mai estére, gratulálok a szervezőknek, Isten áldja Magyarországot, Isten áldja Tiszafüredet! Köszönöm szépen a pohárkodatot és a felemelő szavakat a polgármesternek! Mindenkinek kedves egészségére az aperitívet, és akkor ígértem, hogy még egy köszönet hátra van, csak bokros teendőik miatt nem biztos, hogy itt tudtak lenni az előtt, de remélem, hogy most már halló közelségben vannak. Szeretnék megköszönni a Bál lebonyolítását és a Bazar étel költeményeket a GastroHelvira Kft.-nek, Ábrahám Tamásnak és Gacsa Elvirának. Egy nagy tapsot hagy kérjek nekik, és ha hallják, amit mondok, legyenek szívesek egy kicsit közelebb fáradni, remélem, hogy hallják, látják, de lázadnak egy kicsit, de érkezzenek. És annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy amint átvették a köszönő ajándékot, a
akkor minden bizonnyal elkészültek. A svéd asztalok, elkészültek a tálak, úgy látom, hogy a hölgyek, urak már az utolsó simításokat végzik, már az őcigit is elpattintották a fiúk, úgyhogy minden a helyén. Kérjük fáradjanak ide a színpadhoz, tehát még egyszer nagy tapsot szeretnék kérni Gacsa Elvirának és Ábrán Tamásnak. Nagyon szépen köszönjük, hogy évről évre nagyon finomat főznek nekünk, nagyon sokat szerveznek nekünk. És hát köszönjük a nagyon sok felszolgáló személyzetnek, szakácsoknak, mindenkinek, de nem beszélek mellé. Drága hölgyek, urak, elérkezett az a pillanat, amikor kezdetét veheti a vacsora. Elkészültek az asztalok, mindenkit arra biztatnék, hogy bátran fáradjanak oda. Szedjenek, ügyegyenek itt otthon csak egy kicsit többet, akár mit szoktam mondani. Sok jó étvágyat mindenkinek, jelentkezek, hogy indul a bár további részen.
egyébként én már azt is tudom, hogy a Sztárvendég is van, ahol nagyon közel jár. Ilyen közel még sose volt az előadása. De még előtte hamarosan következik egy nyitó tánc. A nyitó táncot a 8. A-osztályosok fogják táncolni. Rettentően izgulnának, ha nem lennének ilyen ügyesek, szépek és mosolygósak, de azért, hogy nagyon nagy tapsal kérjük, hogy fogadják őket, és ne lepődjenek meg, ha esetleg a gyönyörű szép nyitó tánc után arra fogják sarkalni a vendégeket, hogy önök is álljanak fel, és álljanak be, és táncoljanak egy nagyot. Ez már csak ilyen, úgyhogy mindenkit arra kérünk, hogy legyen a résem, mert nem lehet tudni, hogy kit fognak felkérni. Úgyhogy, ha mindenki helyet foglalt, és készen áll arra, hogy meginduljon a bának a táncos része, akkor én nagyon boldog leszek, hamarosan indul a nyitó tánc, fokozott figyelmet és majd hatalmas egy tapsot kérek. Köszönöm szépen! Yeah.
szépen köszönjük, hogy itt voltál ezt a 8. ásuknak. Szeretném Nagy Csabányi tanárnőt megkérni, hogy ne szaladjon el, hanem jöjjön ide a színpadra, egész a legtetejére, hogy jól lássuk mindenkit, ezt a kis világot fogadja szeretettel. Ő volt, aki betanított a táncot, meg nagy tapsot, hogy kérjétek én. Köszönjük szépen! Továbbá a lányok ruháját köszönjük Szabóné Fekete Lidának, a Gabriella Szalónak, a fiúk ruháját pedig Tóth Boglárkának, a Budapesti Boglárka Szalónból érkeztek ezek a ruhák. Nagyon nagy segítség, nagyon szép ruhák voltak. De felül a szépség volt, mint a kisföldök, hogy engem is felkér táncolni, amit szintén köszönök. És akkor nem rabolok tovább a szót, majd 9-kor érkezik hozzánk a sztárvendég, addig pedig a rekordzenekar él a színpad, és ők fognak minket tánccal ösztökélni, mindenki biztaték, hogy rázzon helyet majd az éjféli vacsorának is, és tessenek jönni bátran táncolni egyet, hogy belemelegedjünk abba, hogy 9 rupit barbit fel fog nálunk lépni, mindenkinek további jó szórakozást! We'll be right back.
Oh.